Az állategészségügyi telepen minden befogadott kóbor kutyát megvizsgálnak, mielőtt új gazdának adják. Először csippet keresnek a kutyákban, és ha találnak, értesítik a gazdáját. Ha nem találnak azonosítót, akkor az állat marad a telephelyen. Betesszük a karanténba, és 2 hetet ott el kell töltenie megfigyelés alatt. Ezután az állatorvos csippet rak bele, illetve veszettség ellen beoltja, és féregtelenítésen is átesik a kutya, kiskönyvet ír neki, és ekkor a karanténból kikerül, és vihető a kutya. Hát ennek költségei vannak, egyrészt a csipet kell kifizetni, illetve az állatorvos részére ezt a veszettségoltást. A jelenleg 41 telepen élő kutyából 28 azonnal elvihető. Az érdeklődők minden csütörtökön reggel 8-tól délután 2-ig nézhetik meg az állatokat, havonta egyszer, minden második pénteken pedig hosszú örökbefogadó napot tartanak, ilyenkor este 6-ig várják az új gazdákat. A telepen a legkisebbektől a legnagyobbakig minden leendő gazda megtalálhatja a neki megfelelő házi kedvencet, a párhetes kutyákat általában családokhoz viszik, míg a nagytestűek telepek őrzésére is kiválóak lehetnek. Nagyon széles a paletta, mert az egész kis termetűtől kezdve az óriási nagyméretű kutyán keresztül mindent lehet vinni. Német juhász, picike az anyjával, úgyhogy vegyes a választék. Az állatok egészségügyi ellátásáról helyben egy korszerű rendelőben állatorvos gondoskodik, így a befogadás után minden gazdi egészséges kutyát vihet haza.